A fűtési időszakban megnő a szénmonoxid mérgezéses esetek száma. Magas koncentrációban a gyilkos gáz akár egy percen belül is halált okozhat. Jakab Zoltán, a Tolna megyei kéményseprő csoport vezetője szerint mérgezés esetében gyakori probléma, hogy a nyílt lánggal égő berendezés műszaki kialakítása nem megfelelő, illetve előfordul, hogy a kazán elkoszulódása okozza a problémát. Jelentős, úgy gondolom, hogy a mai világban jelentős a nyílászárok cseréjével a légbevezetésnek a nem megoldása. Ugye többletköltséget jelent, hogyha a légbeeresztő nyílásokat is megrendelik, vagy fölajánlják a nyílászárosok. De ez elengedhetetlen sajnos az atmoszférikus, tehát a nyílt égés terű tüzelőberendezéseknek a működtetéséhez. Annak érdekében, hogy megelőzzük a bajt, fontos az időszakos kémény ellenőrzés, illetve a gázkazánok karbantartása. Jakab Zoltán elmondta, hogy a gázzal fűtött lakásokban érdemes szénmonoxid érzékelőt felszerelni. Egy ilyen készülék ára nagyjából 7 és 20 ezer forint között mozog, és életet menthet. Hát olyan stádiumban tudnak jelezni, amikor az ember még cselekvőképes. Hát akkor, amikor megszól a riasztó, akkor még az nem azt jelenti, hogy azonnal meg kell halni, hanem akkor tud még nyilázárot nyitni, fűtést beszüntetni, tehát akkor még tudatánál van. Ha később próbálna reagálni, akkor már nem biztos, hogy erre lehetősége van. A katasztrófa védelem honlapján egyébként egy részletes lista is megtalálható azokról a szénmonoxid érzékelőkről, amik a hatóság szerint biztonságosak. A gyilkos gáz miatt az elmúlt évben 20, idén pedig már egy alkalommal kellett vonulnia a Tolna megyei tűzoltóknak.